10 csoportban 107 csapat részvételével rajtolt el augusztusban a nyíregyházi kispályás bajnokság, amely az ország egyik legnagyobb szabadidős rendezvénysorozata. A teljes idényben 1200 meccset játszanak le a csapatok a városi stadion pályáin. Az új stadion építése miatt ugyan változnak a helyszínek, de Dajka László szerint a játékosok alkalmazkodtak a körülményekhez, és a színvonallal sem volt probléma az őszi szezonban. Én úgy érzem, hogy a nehézségek ellenére egy szenzációs ősz zárult, hiszen különböző csoportokban óriási harc zajlott a dobogóra kerülésért, és jelen pillanatban is úgy áll a helyzet, hogy ezekből a csoportokból, ugye 10 csoportunk van, bárki lehet még bajnok az első 5-6 helyezett közül, de kiesni is kieshet 3-4 csapat. Ez azt jelzi, hogy a bajnokságunk magas színvonalú. A D, F és a kisműfős pályán tudtunk játszani, de így is sikeresen be tudtuk fejezni, bár pici átcsúszott gyakorlatilag novemberre is, hiszen egy nappal a terembajnokság kezdete előtt még játszottunk, de viszont sikeresen be tudtuk zárni. Mindig voltak problémák, hol elvágtak egy vezetéket, hol villanyvezetéket, hol a csővezetéket vágták el, és akkor nem tudták lacsolni a pályát, de a nyírvévő munkatársai mindent elkövettek annak érdekében, hogy kitűnő körülmények között tudjunk szerepelni. A csapatok megértették ezt a helyzetet, hiszen tudják, hogy előbb-utóbb, tehát már a jövő évben, 2024-ben vissza fogjuk kapni a pályákat, és van benne még talán meglepetés is. Én nem szeretném elkiabálni, de az ABC pályán talán valami kellemes meglepetés lesz. A téli terembajnokságra 31 együttes nevezett. A csapatok 3 csoportban szombatonként és keddenként játszanak. November 7-én indult el a terembajnokság, kitűnő körülmények között ismét a nyírpazonyi sportcsarnokba. Itt szeretném megköszönni Dubai László polgármester úrnak, nyírpazony polgármesterének azt a kitűnő kiszolgálást, amiben részesülünk. Gyönyörű a csarnok, 6 öltöző áll rendelkezésre, fantasztikus körülmények között, és nagyon szuper a pálya. Tehát gyakorlatilag azt nem mondhatom, hogy nem történt sérülés, mert sajnos egy Achilles-szín szakadás történt pontosan a végén, az utolsó fordulóba, de ez a talaj, ez biztosítja azt, hogy kevesebb a letapadási lehetőség. Kitűnő mérkőzéseket játszunk, hiszen fél időben jár a bajnokság, és ugye gyakorlatilag 12-én fejezzük be a bajnokságot 2023-ba, tehát úgy mondom, hogy az őszi idényt, és január 9-én pedig folytatódik, és egészen február 24-ig játszanak majd a csapatok, akkor lesz majd a szuperkupa döntő, ahol eldől majd, hogy melyik csapat 2023-2024 évben ír egy ház abszolút terem bajnoka, és ott 8 csapattal fogjuk megrendezni a szuperkupa döntőt, minden csoportból tovább jut az első kettő, vagyis az A csoportból, ott 11-en vannak, onnan 3 csapat jut tovább, a B és a C csoportból az első kettő, és a B, C csoportból a két legjobb harmadik közül egy alkotja majd a 8 csapatot a szuperkupa döntőben. Mint Dajka László elmondta, a szuperkupa után nem sokat pihenhetnek a csapatok, ugyanis amennyiben az időjárás engedi, március közepén folytatódik a szabadtéri szezon.